Igen, hát nem gondoltam volna tényleg, hogy egy férfibe szerelmes leszek, de hát most nézzetek már oda, ez nagyon kemény. Ő pislog most éppen itt, és hogy kacsint a csajokra. És elég sok időt tudtok együtt tölteni, ugye, a kis fiataloktól függetlenül? Minden nap. Nagyon hát 5-10 perccel lakunk egymástól, minden nap találkozunk. Ez a te igényed volt, vagy a... Közösen. Ez közösen, tehát ez közösen. Mindent közösen beszélünk meg a Krisztivel. És tényleg úgy alakítjuk, ami a legjobb a Doncsinak. Ha akarsz, ne válaszolj rá, bár szeretném, ha válaszolnál. Elmegyek veled, Ron Disney, persze. Nem, ne haragudj, te túl fiatal vagy hozzám, tehát nem. Egyébként is hagyjuk ezt a dolgot. Jó téma. Jó téma, igen. De mi történik akkor, ha esetleg a Krisztinek lesz valakie, és belép az életébe egy férfi, akit nyilván a Domcsi is ismerni fog, tehát a te férfi hiúságod ezt hogy fogja viselni? Ez normális, ez az életrendje. Tehát, hogy akkor is ezek a mindennapos látogatások ott lesznek. Hát, mert tudod, azért, remélem, azért igen, csak azért mondom, mert ez sok családban azért nyilván nem azt mondom, hogy probléma, de azért ez mi van, ha neked nem szimpatikus? Tehát, hogy azért ez egy nagyon, nagyon nyilván, sok, hogy az én gyerekemet ne most nevelje nem más. Tudok válaszolni, nyilván, hogyha benne vagy a szituációban könnyebb, bízom benne, hogy egy olyan társat talál magának, aki normális. Ezen felül meg, hogy én mikor megyek a fiamhoz, az abba más, a Krisztin kívül nem szólhat bele akkor sem. És olyan van, hogy te elviszed egyébként a kis fiadat, tehát nálad alszik? Volt már, de még azért én félek, megmondom őszintén. Mitől? Nem tudom. Hamarabb alszol el, mint már ő. Azt várom, hogy már úgy meg tudjuk beszélni, hogy ő mit szeretne, hogy szeretne, akkor az lesz az igazi apa időszak szerintem. És a kedvesed ismeri már őt, tehát találkoztak? Még nem találkoztak, akkor ez még ott vár. Az még várat magára. Még várat magára.